11 nemzet táncosa, illetve tánccsapata mérte össze tudását október 26-tól 30-áig az AMD Dance Championship elnevezésű nemzetközi táncversenyen. A Step and Style táncstúdió kortárs és modern tánc kategóriában is sikert aratott, mivel két csoportos koreográfiával első és második helyezés sikerült bezsebelni, és Kozmas Ára szóló produkciója is első helyezést érdemelt. A koreográfiákat Máté Nikolett, Amrun Nebil és Tombor tíme készítették. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere a fogadáson kiemelte, az ilyen eredmények nem maradhatnak elismerés nélkül. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, és megtalálják azokat a dolgokat az életben, ami őket érdekli, amit szeretnek csinálni, amiért képesek munkát, áldozatot hozni, és amikor pedig ehhez valamilyen siker, ráadásul nemzetközi siker társul, akkor ahogy Fehérváron a bajnokokkal történni szokott, itt fogadjuk őket a Városházán. A fogadáson az egyesület tagja nem csak a pozitívumokat, hanem a nehézségeket is elmesélték. Sok nehézség volt, de hál' Istennek így utólag már egy szép emlék. A kiadással is, ugye a légitársaság többször lemondta a járatunkat, illetve hát ugye a létszám. Sokan nem tudták vállalni a külföldi utat, vagy anyagilag, vagy pedig ugye iskolai elfoglaltság miatt, és hát ugye a felkészülés is nehézségbe ütközött, mert hogy sok egyetemistánk van, és így a próbák miatt voltak nehézségek, de megoldottuk végül. A versenyen való részvétel Székesfehérvár önkormányzatának támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, tette hozzá Barta László, az egyesület menedzsere, és szeretnék a jövőben is képviselni a várost hasonlóan nagy sikerrel.